Tisztelt és szeretettel üdvözlök mindenkit! A mai beszélgetés címe Szabadság és jólét hamis mitológiája, avagy 33 éve ismeretlen a rendszerváltás rendszere. Most lesz egy-két nap múlva éppen 33 éve annak, hogy összeült az első szabadon választott parlament, és ezzel egészen hivatalosan is kezdetét vette az új rendszer tüntöklése. Hát, hogy a bukás és tündöklése is bukása, majd mindjárt rátérnénk, bár néhányszor már említettük, mert ez a rendszer ö, meg van bukva, ahogy beszéltünk róla. Bocsánat, tehát félreértés ne legyen, nem csak Magyarországon természetesen, és ez. A legcsekélyebb mértékben sem jelenti feltétlenül azt, hogy az éppen regnáló kormányok is megbuknak, sőt, ezt is említettük már. Most jó, előre is elnézést kell kérnem, sok ismétlés lesz, talán abban, bár igyekszem azért újdonságokkal is szolgálni, de ezek az ismétlések túl az, hogy az ismétlés a tudásanya régi mondás szerint, másrészt meg Hát nem úgy néz ki, hogy a magyarságúan nagyon komoly tanulási kapacitással rendelkezne, mondjuk az elmúlt 150 év során, és ezért valóban nem állt újra és újra elismételni bizonyos összefüggéseket, alapvető mintázatokat, arról nem is beszélve, vagy nagyon is beszélve, most már a két legnagyobb unokám is választópolgár, 18 és 20 évesek, és hát rajtuk keresztül is átélem, meg hát ugye mindig első folyamosokat is tanítok, most már 20 éve az egyetemen, hogy hát az egy nagyon finom megfogalmazás, hogy újra kell tanítani az egész magyar történel, Met, mert az az, amit történelemként oktatnak e, nekik, nem minthogyha ez újtonság volna, nagyjából mindig ilyen volt van, és hát hogy lesz-e, azt nem tudjuk, persze mindig ónap által vagyunk reményekkel, tehát az, 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 az egy minősíthetetlen valami. Tehát olyan zagyvoság, és tökéletes tájékozódás képtelenség van mondjuk a mai 20 évesek fejében a legalapvetőbb történelmi összefüggésekkel, és benne most már történelemként értelemszerűen, hiszen egy 20-as éveiben járó számára az, ami 33 évvel ezelőtt történt, meg ami persze mondjuk előző években megalapozta mindezt, az nagyjából ugyanolyan, mint Mátyás király uralkodása. Tehát valami, valami a, a múlt ködös somájába vész, és ráadásul érdektelennek is látszik számukra, pontosabban úgy van mondva, hogy ez teljesen érdektelen, hát ez, igen, tehát ez a rendszer, rendszert váltottunk, volt az a ásatak, csúnya, izé, de a hősies magyar nép kivívta a szabadságot, és, és akkor így rendszert váltott, és azóta meg lényegében úgy nagyjából minden rendben van. Viaskodik itt persze a mindenkori kormány, meg, ellenzék, és bam, 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 Tehát a, szóval a legócskább, legfelszínesebb falvédő, majdnem azt mondta, a falvédő igazságok, mert idézőjelbe szóval a falvédő szövegek, paneljei, stereotípiái, ez a maximum egyébként, amit a 20-as husz, éveikben járók számára felkínálunk. Abszolút nem ők, ők, aztán a legcsekébb mértékben sem tehetnek mindenről, hiszen mi az idősebb generációk uh, igyekeztünk mindent megtenni annak érdekében, hogy hát, hogy uh, igen, hogy, hogy, semmit ne tudjanak, és azt mindenről, és azt a keveset, amit tudnak, az meg lehetőség szerint, mint hamis legyen. Na, de félre a sinámokat, próbáljuk, mint a régi barkokban, amikor először volt, mint, a, mint 50 éve a tévében, barkokban, és akkor még elmúlt az idő, és rá lehetett kérdezni, akkor mindig azt mondta a műsorvezető, hogy foglaljuk össze, amit eddig tudunk. Igen, foglaljuk össze, amit eddig tudunk, arról valamiről, ami a rendszerváltás rendszere, és amely a rendszer azért ismeretlen, mint máig, teljesen érthető, érthető, csak nem menthető, hogy mi belementünk ebbe a színjátékba, hogy a mindenkori birodalom, tehát ugye három szint van, a lokális politikai szint, a nemzetállam lokális politikai szintje, a mindenkori világbirodalom, ami az elmúlt lassan száz évben Amerika, és ez a bizonyos nem létező erő, amelyik száz évenként eldobja ezeket a birodalmakat. Ezt azért kell rögzíteni, mert mert ha össze-vissza csúszkálunk az értelmezési tartományokba, tehát olyat kérünk számon a lokális politikai, uralmi struktúrákon, ami mondjuk a nem létező erő egyértelmű, tehát a harmadik szint egyértelmű döntése, és letarol mindenkit, aki a legcsekébb mértékben is valamiféle alternatív megoldáson gondolkodna, de már nagyjából az is elég, hogyha ez az amerikai birodalom szintjén, vagy a mostani birodalom, mert ha 20 éven belül, és ez elég valószínűnek látszik, birodalomváltás megy, végbe, akkor az majd valami más birodalom lesz, vagy megszűnik ez az egész periodicitás, és akkor nem egy hetedik birodalom lesz az elmúlt 600 év, több mint 600 év után, hanem, hanem, valami más, valami olyan egyesség, amit most még pontosan nem látunk, de ami majd helyettesíti azt a periódicitást, ami mondjuk 1430-tól 2030-ig érzékelhető, érzékelhető volt a modern történelem során. Csak azért leszek a jegyzeteimbe, mert nyilván körülbelül tízszer annyi mindent írtam fel, mint ami belefér ebbe a... Ja, igyekszem, igen, a, alkalmazkodni, mert megfedett ez a szkeptikus társaság, amikor kis hiány nekem ítélték a Laposföld díjat, hogy Bibi hibebe nem is negyed órát beszélek, hanem húsz, meg most már egyre inkább huszonöt percet. Szóval talán az egyik legbeszédesebb dolog és ezt inkább csak megemlítem, teljesen érthető, hogy így volt, hogy akik akkor felnőtt fejjel átérték azt a valamit, amit a rendszerváltásnak hívnak, fel sem tűnt, hogy magáról a rendszerről, tehát még egyszer mondom, tehát arról, hogy a magyar társadalom akar -e egyáltalán rendszerváltást, egy, nem biztos, hogy akart. Egyébként az, hogy alig több 50%-a ment el a választópolgároknak választani holott, hát a 95%-nak kellett volna, hiszen történelmi jelentőség magas tett rá a magyarok szerintem többsége valójában arra, mert, mert, a zsigerében érezte, hogy megint egy színjátékról van szó, különösen amikor meghallotta, hogy mind a 67 párt, mert ennyi indult el, vagy gondolta úgy, hogy neki pártként kell működni, és meg kell. Szólania, és persze mindegyik kapott lehetőséget, hogy ilyen rövid kis videóklipekben bemutatkozzon. Hihetetlen szórakoztató mutatvány, vagy nem is tudom egyébként, hogy valaki miért nem rakta össze egy filmbe, elképesztő bőr lesz, lenne, ma meghallgatni, tényleg hasát fogna. Tehát mondjuk nem tudnánk, hogy sírjuk, vagy nevessünk, persze inkább nevetni. Kellene ezeken a klipeken, kivétel nélkül mindenki szabadságot és jólétet ígért, és a magyar társadalom többsége sem akkor, sem ma nem tudja azt, hogy így 150 éve semmiféle rendszerváltás nem volt, és ahogy ez kinéz, nem is igen lesz, abban az értelemben, hogy az alapvető mintázatokat tehát ebben az értelemben, persze rendszerek jönnek, mennek, de minden rendszer alapvető mintázatait, ez a felettünk lévő két réteg, tehát a mindenkori világbirodalom, ez hát az elmúlt 150 évben, mondjuk nagyban a kiegyezés óta, tehát a brit birodalom, illetve most az amerikai, tehát mondjuk másfél birodalom időszaka, Mindez, e, tehát az alapvető mintázatát annak, hogy a mindenkori világbirodalom, illetve ez a bizonyos nem létező világerő mit is akar velünk kezdeni, az jól megmutatkozik abban, hogy az elmúlt 150 év során rendszerek, kormányok, rezsimek jöttek, mentek, de az az alapvető összefüggés, amiről már sokszor beszéltem, de nem lehet elégszer felidézni, az az alapvető mintázat, hogy a felső 5% rendelkezik a az anyagi és szimbolikus vagyonok, a tudástőkék, egészség és kulturális javakhoz való hozzáférés, információkapcsolatok, ezt értem szimbolikus tőkén. Szóval a felső 5% rendelkezik a vagyonok, anyagi és szimbolikus vagyonok 80%-ával, az alsó 80% a vesztes létre ítélt alsó 80% meg a vagyonok 5%-ával és a kettő között kell egy 15%-nyi országüzemeltető értelmiség. A felső 5% az a szivattyú állomás, tehát ő a globális birodalmi társadalomnak a lokális ügynök hálózata, akinek az a feladata, hogy, hogy kiszivattyúzza hát minden létező jószágot a vesztes 80 százalék által előállított javakat, anyagi és szimbolikus javakat, kulturális, brain drain persze, tehát mint egy kiszivattyúzzon, ami érték a, a, birodalom számára, és a, a, a 15 százalék, ahova többnyire gyanítom, mindjárt tartozunk, kedves nézők és hallgatók, illetve én, magam is, hát ez meg arra szolgál, hogy mert azért üzemeltetni kell ezt a, ezt a szivattyút. A, a szivattyúk őrei, a globalitás felé való átrakó állomás, az a felső 5 de hát azért a 15 nak kell valahogy mégis összetartani ezt az országot, hogy az alsó 80 százalék kifosztható legyen. Mindjárt hozzá kell ehhez tenni, hogy az elmúlt 13 év során zajlik egy heroikus és rendkívül veszélyes és kockázatos kísérlet ennek a 150 éves mintázatnak a megváltoztatására. Ezt persze az ellenzék, ez az ügynökhálózat értelemszerűen azért vádolja az elmúlt 13 éve fennálló rezsimet lopással, csalással, hazugsággal, mert az... na be hogyha valaki valóban komolyan neki fogna ennek az átalakításnak. Egyéb iránt az a három-négy gyilkosság, ami a német eliteket letarolta ott 89-90-ben, az is erről szólt, hogy hiába a 15 centi vastag páncérral ellátott Mercedes, mindenkit felrobbantanak, aki ...nek alternatív elképzelése van arról, hogy ez a köztes Európa és benne Magyarország, hát akár emberséges körülmények között is élhetne, hogy ez a beteg mintázat, ami nem csak Magyarországra igaz, ez a felső 5% a 80%-ot, az alsó 80% meg az 5 ot bírtuk olyan a vagyonoknak, tehát ezen a beteg szerkezeten akár lehetett is volna változtatni, ott 89-90-91 körül, de nem lehetett, mert akkor közvet most csak a gázvezetéket kellett tárgy erőszak felrobbantani, hogy mindenki tanuljon belőle hogy újra rendszerváltás van, ami nyilván azt jelenti, hogy bár, bármilyen különös, ezt ok adatoltan egyszer, ha sok időnk lesz rá, akkor akár ilyen vetített képes előadás, vagy elkülön a PPT-t nektek, fehéren-feketén igazolható, hogy a rendszerváltás rendszere, a globális szivattyúk szempontjából sokkal brutálisabb volt, mint a Kádár korszak. Sajnos, ezt nem gondoltuk, azt nagyon brutálisnak éreztük. A rendszerváltás rendszere, ne globális alávetése, még annál is brutálisabb. Ebből is kiterülni látszik, hogy attól, hogy valami rossz, és azt a rosszat felváltja valami, attól az még nem biztos, hogy jó lesz. Lehet horribilitú, akár rosszabb is, csak másképp rossz. Ezt elfogadom persze, egész másképpen rossz a rendszerváltás rendszere amelyet most uh, újra romba döntenek, mert uh, ez az elmúlt, uh, elmúlt 33 év, ez a posztjalta, mondjuk politikai értelemben, ez a német-orosz együttműködésre épült, azt tartott védőernyőt. Ugye Oroszország adja energiát, meg nyersanyagot, ócsón és kiszámíthatóan Németország adja a technológiát, tudást, ezek a köztes Európa népei megadják az ócsó, kici, kici és ócsó munkaerőt, és akkor így most majd azt mondta, hogy mindenki jól jár, hát azért nekünk legyen mondva, de, de végül is műk, működött. Az alapvető mintázaton nem változtatott, nem is változtathatott, mert azt ugye a rendszerkiválasztó hatalom dönti el, a második, sőt inkább a harmadik, az a az a legfelső szint, tehát ezen a felső 5%, 80% alsó 80%, 5% ezen nem, nem, nem tudhatott változtatni a rendszerváltás 2010-ig tartó rendszere. A, azért nagyon fontos újra és újra feleleveníteni, hogy természetesen nem a hogy a társadalom forradalmi lendülete és ősiesége, meg a jelenlévő lévő társadalmak ősiesége váltotta ki a rendszervetesen, éppen fordítva, ez egy byproduct, ahogy az angol mondja, tehát tulajdonképpen csak egy mellékterméke a globális hatalmi átalakulásnak, hogy ja, és mellesleg akkor természetesen az új globális berendezkedéshez kell hozzáigazítani a kifosztó szivattyúkat is, erre a köztes Európára, és ezért a a, a rejtett politikai kapitalizmus helyére most már vissza kell építeni a rendes kapitalizmust, mert annak segítségével még sokkal brutálisabban tudjuk kifosztani a térséget. Nagyjából ennyi a szabadság és jólét ígéretére épülő rendszerváltásnak a lényege. Ezt mindenki tudja, aki egy kicsit is részese volt ezeknek a folyamatoknak, vagy megpróbált valóban becsületesen rátekinteni, csak erről azért változatlanul szigorúan tilos beszélni. Hál' Istennek legalább nem kell megünnepelni egyik, egyik évfordulót sem, sőt nagyon helyesen egyébként a, a politikai elitcsoportok mindegyik tagja tartózkodik is attól, hogy bármit, hát túl sok ünnepelni való érthető módon senki számára nincsen. Magán a rendszerváltáson csöbör, undvödör, tehát valójában történelmileg összességében még annál is kiszolgáltatottabb helyzetbe kerültünk, mint azt megelőzően 33 éven keresztül a Kádár rendszerben voltunk, és most újabb, és ezért kell újra és újra feleleveníteni mindazt, ami, ami ott történt, mert egy újabb rendszer megy végbe, pontosabban egy újabb globális, annál is sokkal brutálisabb, globális hatalmi átrendeződés, a globális hatalom tektonikai átalakítása zajlik, hogy mi végre, ezt még nem látjuk pontosan nyilván, az alapvető oka ezek az előrengések. Ez jelzi a, vagy a birodalomváltást, ami maximum 20 éven belül, lehet, hogy már annál hamarabb is végbe megy, tehát jön a hetedik birodalom vagy ennek a 600 évnek a végét, ahogyan említettem, tehát nem lesz hetedik birodalom, sőt egyáltalán nem lesznek most már ilyen birodalmak, hanem, hanem valami most még átláthatatlan és prognosztizálhatatlan olyan globális egyesség, ahol nem egy nemzetállami talapzaton nyugvó világbirodalom irányítja formálisan, persze a nem létező erő a harmadik szint megbízásából, annak strómanjaként a világot, hanem, hanem, valami egyességrendszer kerül erre a második szintre. Tehát nem, nem nemzetállami talapzaton nyugszik a világbirodalom, hanem, hanem valami, nem, nem látjuk pontosan, persze, tehát ma, mert most éppen háború van, tehát kavar csinált színjáték háború, és ebben, ebben dől el valamilyen módon. A színjáték mellett, a színjáték mi volt a mellett, egyfajta erőpróba is, ilyen skanderezés, tehát egymás kölcsönös felmérése. Tulajdonképpen végül is érthető is abból a szempontból, hogyha egyességet akarnak kötni ennek a második szintnek a szereplői, akkor persze, hogy háborúzni kell, hogy hogy kiderüljenek a valóságos erőviszonyok, mert békés körülmények között értelemszerűen a fegyverek, amikor nem működnek, a, hallgatnak a fegyverek, beleértve a szimbolikus fegyvereket is, a médiát és egyéb pénzt, a kereskedelem pénzt médiát, akkor úgy sejteni lehet körülbelül, hogy milyen a hatalom valóságos eloszlása, de azért az csak háborús körülmények között sajnos tud kiderülni, hogy igen, de ténylegesen milyen. Persze az atomfegyverek nagy részét is értelmeszerűen ugye soha nem próbálták ki, csak szimulálják, nyilván nagyon komplex számítógépes rendszerekkel, Tételez, feltételezik azt, hogy igen, az a 7000, egy robbanófej, amivel Amerika is, meg Oroszország rendelkezik, ezek biztos felrobbannának, ha alkalmazni akarjuk, de hál' Istennek kipróbálni, nem próbálták ki, hanem ebből a számítógépes szimulációból következtetnek rá. Ez a háború, amit uh, ugyan egyelőre sikerült uh, Bizonyos keretek között tartani, de azért mindkét fél rendszeresen belengeti, hogy a ott mindenféleképpen az atomfegyver is. Tehát reméljük valóban színjáték, egyfajta ilyen erőpróba, hogy vagy a hetedik birodalom meggyőzően és hitelesen emelkedjen ki ebből a káoszból vagy egy új egyességrendszer jöjjön létre. By the way, egy friss hír, nekem most legalábbis friss hír, hogy, hogy a kínai elnök és az ukrán elnök hosszan, hosszan és elmélyülten beszélgetett egymással telefonon, és ugye ennek nyomán lehet, hogy ez majd téma lesz a következő Hetekben. ennek nyomán Kína egy special envoy, vagyis egy ilyen különleges megbízottat fog Ukrajnába küldeni, akinek az lesz a dolga, hogy megvizsgálja, hogy milyen talapzatra épülhetne a béke. Na most, ha a szaudi, mint ős a szaudi iráni, Kibékülés, ami iszonyatos egymásnak feszülés után Kína számára egyetlen pillanat alatt uh, sikerült. Uh, hát ha most uh, uh, még az is kiderül, hogy Kína pff, egyetlen pillanat alatt békét csinál majd uh, ott, tehát nyilván azért ez nem ilyen egyszerű. Minden esetre ez a történés módfelett elgondolkodható azzal a most még szürreális hipotézissel kapcsolatban, hogy valójában már régen le van játszva, hogy Kína lesz Oroszországot vagy vazalus államként, vagy ténylegesen is húsz éve magába olvasztó Kína lesz a, a hetedik birodalom. De számunkra azért lenne fontos újra és újra, most csak a vázlat vázlatának a vázlatát tudtam, elmondani, feleleveníteni, hogy az egész rendszerváltás egy színjáték, tehát egy globális színjáték, ami sajnos a térség országai számára még a kádár korszaknál is, tehát azt meg előző korszaknál is durvább kifosztást eredményezett, és most újabb rendszerváltás, hiszen a gazdaték felrobbantása, a német-orosz együttműködés romba döntése, azt jelzi, hogy mindenféleképpen új, új rendszer, megbukott a rendszer, mert ezt, ezt tartotta fel, és most új rendszer jön, ami hogyha szintén ennél is brutálisabb lesz az előzőnél és akkor hát értelemszerűen nem ártana felkészülnünk arra, hogy felhasználva a rendszerváltás korszakának, hamis mitológiájának elemzését, azért alaposan felkészüljünk erre a most még ennél a posztja rendszerváltás rendszerénél is brutálisabb rendszerváltásra. És még egy dolgot, Puzsér elírta előlem, sajnos nem deklaráltam elég határozottan, bár talán itt említettünk róla, csak mondjuk önmagába véve nem tulajdonítottam ennek olyan jelentőséget, hogy itt a Bogán naplóban is előhozzam, bár talán említettük, ez a bizonyos széderest, ugye, hogy gyöngyösít, meghívták oda a széderestre, ami ugye éli vitát váltott ki. Sajnálom, hogy nem hangsúlyoztam jobban, mert Puzsér most ezt úgy plankolja fel, mint hogyha ez az ő találmánya volna, nevezetesen az, hogy igen, azért hívták meg, gyöngyösi, teljesen evidens, hogy ezzel a második szint, tehát az amerikai birodalom, illetve rajta keresztül, akár ez a nem létező, harmadik szintű erő, az deklarálja, hogy tök mindegy, öreg. Tehát lehet a legszélsőségesebb fasiszta, vagy akár kicsoda, ha a továbbiakban az én, mert nyalod, és, és hozzá, még hozzá nagyon készségesen, akkor egyetlen pillanat alatt megbocsátok neked. Ez egy rendkívül fontos üzenet, hogy gyerekek, bárki átállhat, nem érdekel engem, hogy mi a múltja, aki innentől kezdve engem szolgál, annak mindent elnézek és mindent megbocsátok. És ehhez ö, egyébként hagy fel azt, amit ö, már sokszor említettem, ez nagyon jól rímel arra, hogy amikor 81-ben, ezt ugye maga Jacques Dallaire-Rosier mesélte nekem 96-ban, tehát 15 évvel később, hogy 81 ben mint a valóta alap vezérigazgatója, itt járt Budapesten, és Kádárral találkozott, közölte vele, hogy végzetesen eladósítottuk önöket, és innentől kezdve alapvetően mi a birodalom, és nem az oroszok, a szovjet határozza meg az, hogy mi történjen. Magyarországon is, ahogy 96-ban elmesélte, legnagyobb megnevelésére Kádár cinikusan elvigyarogta magát, 81-ről van szó, figyelem, híre, hamba, sincs még semmiféle rendszerváltásnak, meg hősiességnek, meg forradalomnak, és azt mondta, hogy kedves Laroziára, hát csak nem gondolja, hogy ez engem meglep, világéletünkben birodalmi segnyalók voltunk, ezután az önök seggét fogjuk nyalni, ebben már hatalmas gyakorlatunk van, elégedettek lesznek velünk. Na, erről szólnak a rendszerváltások, és ez az ugyanez a kádári üzenet fogalmazódott meg Pressman elvtárs részéről is, amikor Gyöngyösi Máton széderestre hívta a történelmi mintázatok, nem véletlenül ismétlődnek, nem árt kicsit alaposabban figyelni rájuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.